dal címmel teltházas tavasz köszöntő jótékonysági gála koncertet adott a Füred Dixieland Band április 18-án az Anna Grand Hotel dísztermében. A házigazda zenekar vendége volt Kamarás Iván színművész, aki régi barátságot ápol Tervalics Róberttel. Ez egy zenei találkozás volt legelőször, mert akkor én még a Légierő Big Bandben dolgoztam, és az Ivánt meginvitálták énekelni a Légierő zenekarba, Frank Sinatra dalokat, és hát gyakorlatilag ott szót követett, szünetbe beszélgettünk, és az ismertségből, a haverságból, ebből a történetből egy igazán mélyen szántó, nagyon komoly barátság alakult ki. Talán tulajdonképpen el is mondhatom azt, hogy Iván benne van az öt legjobb barátom között, és nekem ez egy óriási megtiszteltetés, és a szívemben egy nagyon nagy öröm van, hogy összetudtunk tulajdonképpen hozni egy ilyen projektet, egy ilyen közös koncertet, amit már nagyon-nagyon régóta terveztünk, de hát ugye Iván kint az Egyesült Államokban az év nagy részét ott tölti, és ezt már évek óta beszéltük, és most a Jóisten és a körülmények is lehetővé tették, hogy itt Balatonfüred egy ilyen karitatív rendezvényen Iván elfogadta a meghívásunkat. Strangers of the night, exchanging glances, walking in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night is gone? Something's in your eyes, so inviting, something in your smile, so exciting, something in my heart told me I myself too. Ez a barátság, ez nagyon sokáig egyszerűen csak zajlott, évtizedekig mondhatnánk azt, és akkor egyszer csak így értesült arról, hogy én különböző helyeken fellépek, és mondta, hogy te, és eljött hozzám egyszer vendégségbe, és meghallgatott engem, és azt mondta, hogy szeretné, hogyha eljönnék. Nekem 99-ben megjelent már egy CD-m, amit követett egy maxi CD, nem tudom, pár évvel később, és mindig énekeltem azért, és mindig voltak énekes szerepeim is. És az utóbbi pár évben meg rákaptam az élő fellépésekre. És két műsort viszek, az egyik egy Sinatra stílusú műsor, és Sinatra és kortársai Idegenek az éjszakában, a másik pedig az Egy fespesti este, ami tulajdonképpen magyar régi filmslágereket, meg magyar slágereket dolgozunk föl egy Gypsy Jazz bandával az Orfeumban általában. Úgyhogy ez a két projekt van, és ez most egy ilyen köztes harmadik, ami egyébként teljesen kicsit úgy egyesíti a kettőt. Vannak dalok, amik ebből, vannak dalok, amik abból, és pont ők is ezeket játsszák, és van olyan dal, amit meg csak most ma este láthat először, és reméljük, hogy nem utoljára a közönség. Fontos a jótékony cél? Szerintem fontos. Hát ha tudunk segíteni, akkor segítsünk, és fontos, hogy mögé álljunk olyan dolgoknak, amiről tudjuk, hogy micsoda nagyon sok felkeresést kap az ember, de manapság nagyon nehéz eldönteni, hogy hova tegye a voksát, és hogy mi mellé álljon oda, mert teljes menszélességgel. Úgyhogy ez egy ilyen ügy. A Füred Dixieland Bandnek már szinte tiszteletbeli tagja Falusi Marian, aki szintén fellépett a jótékonysági koncerten.
gyerekkora óta ismerem, azért szoros, mert pici volt, és még emeletes ágyon aludt, amikor már ismertem az anyukáját, a családot, az egész mindenkit, meg Pécset. És azért bármikor találkozunk, akkor ilyen a kapcsolat. Robi azt hiszem egy 3-4 éve, 5, csoda se tudja, hogy mikor hívott meg először, és hát azóta, amikor csak tudok, akkor jövök hozzájuk, amikor van szabad időpont, amiben jöhetek, mert nagyon jó velük dolgozni. Embertelen jó energiája van a társaságnak, és nagyon bírom a Robinak azt a önfeláldozó és elképesztően energikus munkáját, amit azért folytat, hogy fellépések legyenek, hogy olyan fellépések legyenek, ahol segíteni is tudunk, és hát ez is egy ilyen alkalom. Milyen műsort hoztatok a mai napra? Ismert jazz standardeket, olyanokat, ami Dixielanden is eljátszható, hát is van hangszerelve egyik másik, olyan, aminek örülni fognak a nézők. A koncert teljes bevételét a Szívkórház eszközbeszerzésére és a füredi gyerekek nyári táboroztatására ajánlotta fel a Füred Dixieland Band és a Rotary Club Balatonfüred Veszprém.